Horkas Ádám rendezésében az 50. előadáshoz érkezett a lepkegyűjtő. Berecki Zoltán és Ágoston Kati két szereplős hátborzongató thrillere kevesebb, mint egy év alatt érte el ezt a fantasztikus jubileumot. De a darab titkáról meséljen a rendező és a szereplők. Mindenki egy célért dolgozik, mindenki egy célért van, és ez az elejétől kezdve, az első pillanattól kezdve így van, és így minden nehézség ellenére könnyű dolgozni. Tapintatosan akartam tudatni! Ez egy nagyon-nagyon szerencsés csillagzat alatt született ez az előadás, szóval, hogy az első pillanattól kezdve még olyan akadályok is, amikre azt gondoltuk, hogy a kínai nagyfal méretűek, vastagságok és ellenálló képességük végtelen, azok is úgy hultak a lábunk elé, mint hogyha ilyen isteni akarat lett volna az, hogy ez sikerüljön nekünk. És váza van ennek az előadásnak, hogy igazából mindig ugyanazzal az energiával tudunk rajta dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos próbaidőszak volt, és én úgy gondolom, hogy a próbaidőszak az aztán mindig meglátszik az előadáson, a végterméken, és az a halatlan jó kémia, ami jellemezte az egész csapatot, nem csak a színészeket, hanem itt a háttérmunkásokra is gondolok, az úgy érzem, hogy tükröződik az előadáson. Ez egy nagyon izgalmas, jó dramaturgiájú darab, ami magával sodorja a nézőket. A bíróságot, én nem akartam semmi rosszat! A lepkegyűjtő története szerint egy pincét látunk, ahol a lepkék egy gyűjtő őrült lottómilliómos Fred bezárva tartja elrabolt szerelmét, Mirandát. Ez egy thriller az előadás, tragikus kimenetelű a dolog, ez két ember nagyon furcsa, azt kell mondjam, hogy szinte beteg viszonyáról szól az előadás, és igen, nyomasztó is. A helyszín és a történet kicsit kívül nyomasztóan hathat a nézőre. Nyilván ez elsősorban a Katinak és a nézőknek az, mert az egésznek a hatásmechanizmusa az a részemről pont a fordított. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek a dolognak az ereje rejlik, hogy a kimondott mondatok hangulata az mégis a Freddy részéről egy nagyon-nagyon kedves szándékú. Nézve a Katit, nézve a helyzeteket, egy picit, hogyha az ember így hátralép és kívülről nézi, akkor valóban szörnyű és rettenetes az egész történet. De belülről ez korántsem ilyen. Még azért vannak benne poénok, tehát hogy lehet rajta nevetni is, mert kell egy kicsit, hogy oldja az emberekben a feszültséget. Na és vajon az 50 után még hány előadásra számítanak maguk az alkotók? Ó, én azt remélem, hogy ünnepelni fogunk a sok századikon is. Hogy az 50-hez képest nem is a 100-at kéne belőni, hanem a 1-0-val arrébbat, tehát az 500-at. És vajon a rendező vagy a színészek gyűjtenének le kéket? Nem, semmiképpen. Most már biztos, hogy nem. Nem, én most már amikor felmegy a roló a lepke gyűjteménynél, mindig egy olyan részvéttel nézek azokra a lepkékre, akik ott vannak, hogy biztos, hogy nem.